first carp of this morning. Not a big one, but doesn't matter. Every carp is welcome. Put her back. Ezzel a szép fogással köszöntelek benneteket ismét a vízpartról. Nyár közepét írunk, bár nem látszik. Ahogy visszaengedte Roger a halat, rögtön elkezdett esni az eső, komoly hidegfront vonulált az országon, amit most szeretnénk mi a horgászaton kihasználni. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a tó gazdáját, horgásztársamat, Roger Brandet, akinek meghívására vagyunk most itt. Amíg esik az eső, villámok cikáznak, addig nagyon veszélyes a horgászat, ezért kihasználom az alkalmat, hogy Rogert kifaggassam a tóról. Roger, mutasd be nekünk légy szíves a tavat, mit tudhatunk erről a tó kialakulásáról, halálományáról? Na, köszönöm szépen, Jussi. Welcome to Vadkantó. My name is Brent Roger. Happy to announce that we will start a new carp fishery in Hungary. Will be open to the public in 2013 from March, so then everybody is welcome to fish. The lake size on the moment is around 18-19 hectare, how it is on the moment. It's about 10 years the whole size how it is now. It's a little bit older, but how the 18-19 hectare is around 10 years old. The fish stock on the moment is huge. In fact, it's too much fish we have in the lake. It's from size from 1 kilo till maximum 20-21 kilo. We are planning to drain and remove all the small fish end of this year. It will be in September, October, November. So we will remove all the smaller fish and we restock the lake with the original carp stock from 5-6 kilo till 20 last kilo. That will be the stock from next year. As well, a lot of numbers of grass carp from 7-8 kilo till 20 kilo. It's the biggest grass carp. And as well, a lot of it is stocked in the lake. For the pike anglers, it's also good news. We have a very huge pike in the lake at the moment. Between the 10 kilo is normal, the pike on the moment. So for the pike angler in the autumn, it's very good to hunt on them. Of course, if you can see around the lake, all the fishing places are not ready. We need to construct, in fact, everything on the lake. So we will start from next week to construct all the fishing places. It will be very nice flat fishing spot. Every fishing place will have an own platoon for the rock pot, etc. The lake is as well located on a total secured area. So we have everywhere fence, so it's total security. Nobody can in or out, it's totally private. In the winter times we use this ground as for a hunting field, a private hunting field. So, but from March till September, October, we use it for fishing. As it is a hunting field, normally, we have a lot of animals here, wild animals around the lake. It's like wild pigs, mouflon, sarva, minnen. So a lot of animals we have here around the lake. But don't have to be afraid. They're just sniffing around your bivvy and that's it. And they move away again. So there's nothing to worry about it. Indo. Ez az eső nagyon hirtelen tört ránk, nem volt időm kivenni a botokat, ezért most nagy veszélynek teszem ki magam, de igazából villámok most nincsenek, csak ez a nagy zápor, és el is húzta a szintén észlóbormal csalizott készségemet.
próbálom a botot nem föltartani, hogy egyfajta villámhárító szerepet ne töltsön be. Nagyon jó erőben vannak itt a halak, hiszen nem sokan horgáztak még a tavon. Ők azok az erőművek, amiről Roger is beszélt. Gyorsan vissza is engedem, hagy ússzon. És most gyorsan ki is tekerem a bent lévő botokat is, hogy nehogy valami baj történjen. Ezt a pár percet szánja rá mindenki, vegye komolyan ezt a dolgot tényleg, mert nagyon veszélyes lehet. És mindenkit hazavárnak, aki elment horgászni. Tehát a vihar előtt kivesszük a botokat, kivéve ha van rá idő. Én most így jártam, nem volt idő, olyan hirtelen jött megint egy zápor. Az esőben kellett kifárasztanom a halat, illetve kivennem a készségeimet. A vaddisznóknál tartottunk, Roger. Igen, minden éjjel megtapasztaltam én is, hogy itt a sátor környékén, a sátor mellett túrtak, röfögtek. Látszik jól a nyoma, hogy a földet feltúrták. Tényleg nagyon nagy élmény ez is a horgászat mellett. A vadkantó a jövő évben fogja megnyitni a kapuit. Azok a horgászok, akik szeretnének ellátogatni a tóra, hogyan kaphatnak információt a lehetőségekről, a szabályokról? For people that want to fish this lake for next year, we have a website ready on the moment. It's www.vadkanto.hu. We have there all the information about the lake, the coming futures, you can see the fishing places on the map, the prices, everything what you need. It's available on the website. Yes. And it will be frequently, it will be every month we update it with new pictures. If we build new buildings, we make pictures, everything will be available. So please take a look at www.vadkanto.hu. Thank you, Roger. Köszönöm szépen az információkat. Biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus vízzel leszünk gazdagabbak mi horgászok. Az eső megcsendesedett, úgyhogy szerintem induljunk el horgászni, fogjunk nagy halakat. Okay, let's go, Gyógyi, horgászni. Gyere! Okay. Oh yes! Ezt a halat még egyetlen horgász sem fogta meg. Egyetlen egy horog sem sértette fel a száját. Nagyon szép, egészséges. Láthatjátok. Igyekszünk minél kíméletesebben kivenni mi is a horgot, hogy ne okozzunk neki nagy sérülést. Láthatjátok, egy szem
24 mm-es A-stop worm 20 pluszos csalit alkalmaztunk ennél a halnál is. Here we go again with the second bigger fish. Once again on the lobworm. Once on at least, it's very important to use this at the lake. The disinfection. Please do it every time when you catch a fish. As you can see, it hooked here. So just do a couple sprays and the fish will have always a nice mouth. We will release it into the water, of course with the sling. We'll save these first for the fish. Give the fish his freedom back. Alig, hogy visszaengedtük Roger halát, újra elkezdett esni az eső, viszont jó hír, hogy a villámlás elmúlt, ezért a botokat bent hagyjuk most már, horgászunk. Most pedig ejtsünk néhány szót arról, hogyan készültünk fel erre a horgászatra. Legnagyobb jelentőséget a helyválasztásnak tulajdonítottunk, hiszen ezen a vízen a halak mozognak. A frontok, az időjárás változás, ez mind befolyásolja az ő tartózkodási helyüket. Ezért nagy dilemmában voltunk, hogy mit válasszunk. A tónak van egy kíméleti része, a hátsó részben, ahol nádasok, nádszigetek, bedőlt fák, ezáltal rengeteg természetes táplálék, haltartóhelyek találhatók. Az én szívem oda húzott, hogy ott horgászunk, hiszen ott láthatóan sok hal van. Míg a másik lehetőség a mélyvízi pálya volt, Időközben érkezett egy hal, tehát ott tartottam, hogy a mélyvízi pálya mellett is sok érv szólt. A legfőbb érv az, hogy az időjárás előjelzés hidegfrontot jelzett, ami mindenképp a mélyvízbe tolja a halat. Mi ez mellett döntöttünk, nagyon nehéz döntés volt, mert a szívünk az a kíméleti rész felé húzott, hiszen az egy nagyon szép pálya, de mégis úgy gondoltuk, hogy a hidegfront el fogja onnan hozni a halat, és nem szerettünk volna ott ülni kapástalanul. Az első két nap kánikulai meleg időjárása nem sok halat hozott számunkra, azonban a második nap délutánján már megjelentek a nagyobb testű halak az etetésünkön. Tekintettel arra, hogy ez volt a célunk, ez jó eredménynek számít, hiszen a tóban rengeteg kis testű hal van. A nagy zavartalanságnak, a nagy természetes közegnek köszönhetően minden évben leívnak a pontyok. Nagy számban van jelen a kis 1-1,5 kilós pontyok, amik megnehezítik a nagy halak horgászatát. Természetesen, mint ahogy Roger is említette, ezt a sok kis testű halat az év végén lehalásszák, ezáltal a tervek szerint csak 5 kiló és a fölötti pontyok lesznek a tóban. Ez már egy nagyon jó halnak tűnik, gyönyörű szép nagy lapár farkuszonya van. Még a teljes testét nem láttuk, meg csak a farkuszonyát láttuk. Ez komoly mérettel. Hát ez már minden bizonnyal 10 kiló közeli. Egy első ránézésre 8-10 kiló körülnek satszol.
Szép tükörpont. Fantasztikus élmény a fárasztásuk, nem győzöm hangsúlyozni, milyen jó erőben vannak ezek a halak. Elszántan küzdenek, nem adják fel a küzdelmet. Amúra jellemző, hogy kiugrik a merítőhálóból, gyakran szembesültünk pontnál is ilyen jelenséggel, de ez már a miénk. After catching each fish, normally I throw with the stick around 50-60 boilies. So every fish I catch, minimum 50-60 boilies, because there's a lot of carp in the lake and you need a lot of bait continued on the bottom of the lake. The last 2 days I'm using the Bio Big Fish boilie, 24mm, and it produced a number of good fish this last couple days. So once again, I throw out now with the stick around 50-60 boilies on the right side of my marker. As you can see, I throw only one boilie each time because I want to feed concentrated. If you throw two boilies in one time, most of the time splitting, etc. So one for one. So that I'm sure at my hook bait there are plenty of boilies around. And even in, normally if I even don't catch any fish, I'm still throwing boilies every single or second hour, the whole day long. So the tactic on the lake on the moment is using a lot of bait, and my favor goes out for large bait, and a lot, every day. Ezen a horgászaton a kistestű halak támadását az etetési stratégia kialakításával, illetve a csali választással kívántuk elkerülni. Az SBS palettáján az idei évben jelent meg a 20 plusz elnevezésű prémium kategóriás boilie család, mely kimondottan a nagytestű halak horgászatára lett kifejlesztve. Ez a 20 plusz, ez megtévesztő lehet nem csak a 20 kg fölötti halakra természetesen, hanem a nagytestű halak horgászatára alkalmas csali. Ez a termék három méretben kerül forgalomba, 20 mm, 24 mm és 30 mm-es. Ez nagyon előnyös akkor, amikor elmentek egy vízre horgászni, és nem sok halat szeretnétek fogni, hanem a vízben lévő halállományból a nagyobbakat szeretnétek kifogni, mint ahogy mi is most. Ezért a 24 mm-es és a 30 mm-es boilikat hoztuk el etetésre, illetve csalizásra. A levegő hőmérsékletére és a vízhőfokra való tekintettel három ízt hoztunk el erre a túrára. Ez az Aeslop Worm és a Bio Big Fish, ami kimondottan egy büdös boilie, illetve egy fűszeres M1-es boilit.
egy újabb erőben lévő halat sikerült fognunk. Nem kapitális méretű, de nagyon jó sportélményt, nagyon jó horgászati élményt nyújtanak. Küzdeni akarásuk. Nézzétek meg, milyen szép sértetlen a szája. Mi vagyunk az elsők, akik megfoghattuk ezt a gyönyörűségesen szép ügyet. A 20 pluszos prémium bolit termítcsalád nagyon sok oldalon alkalmazható, hiszen nem csak süllyedő bolit kaphatunk belőle, hanem pop-up, illetve wafters változatban is készül, és szintén az extra méretekben. Ezen a horgászaton a legsikeresebb íz az észlopvon volt. Ebből is talán kiemelném a wafters változatot, melyel nagyon sok halat sikerült fognunk. Különböző méretű bolik találhatók a dobozban, 20-as, 24-es, 30-as méretben. A wafters bolik sajátossága, hogy parafa örleménnyel vannak kikönnyítve, tehát könnyebben fel tudja szippantani a pontja az etetésen, mint a többi süllyedő csalit. Ezt kombinálhatjuk pop-up csalival is akár, vagy a süllyedő csalit kombináljuk pop-up csalival, amit Roger előszeretettel alkalmazott, és jó eredményeket ért el vele. Arra kell csupán figyelni, hogyha pop-up csalit használunk, mindenképp tegyünk bedobást előtt egy próbát, hogy csali kombinációnk hogyan viselkedik a víz alatt. Jó. 13 kg, 17 dekagram. Eddig ez a túránk legnagyobb hala. This gives this beauty its freedom back. Elgondolásunk szerint a jobb testű halak szelektálását a helyválasztással, illetve az etetés kialakításával végezzük. A helyválasztást már elmondtam, hogy milyen szempontok alapján tettük meg, most pedig az etetést szeretném egy kicsit bemutatni. Mint láthatjátok, most itt állunk a gáton. A gáttól néhány méterre, de egy 5-6 méterre van egy bójánk. Ezt azért helyeztük ide, mert onnan kezdve törik föl a gát oldal, ott van egy 2,5-3 méteres víz, és fokozatosan egyre följön ugye a parthoz. Addig a részig a gát és a bója közötti rész kimondottan kemény a zajzat, tehát biztosak vagyunk benne, hogy jár a hal, és onnan a bójától a víz befelé eső része pedig iszapos, enyhén iszapos, 5-10 cm iszap van rajta. Az etetést úgy végeztük, hogy
magmixet szórtunk a kemény részre, abból a célból, hogy oda csábítjuk a kisebb testű halakat, a belső részre, az enyhén iszapos részre pedig 24-es és 30-as bojlikat juttattunk be dobócsővel. Ugyanígy jártunk el a belső bójával is, ott a hozzánk közelebb eső részét magmixel szórtuk meg, bőségesen, naponta egy 15-20 kg-ot, ez mágnesként odavonzotta a kis testű halakat, míg a bójának hozzánk távolabb eső részét dobócsővel és 24-es, 30-as méretű bojlikkal letettük meg. Ha tovább megyünk az én két bójámon, láthatjuk Roger bójáit, ami a horgászállásunk jobbra eső részére helyeztük el, szintén a kemény és az iszapos rész találkozásánál. Egyértelműen látszott, hogy a Roger felé eső kíméleti terület felől jöttek a jobb testű halak, hiszen Rogernek mindig előbb volt kapása, illetve több jó testű halak jöttek az ő bójáiról. Csalit ugyanazokat használtuk, és az etetés is ugyanazzal a módszerrel történt az ő bójáinál is. A háttérben láthatjátok a táborunkat, ez a tavon az egyes horgászhely, ezen a tavon csak dobálós módszerrel lehet horgászni, bóját le lehet helyezni, mi is ezek szerint jártunk el horgászatunk során. És ismét elkezdett esni az eső, kihasználva az alkalmat, sátoroltam, alatt bemutatnám nektek a horgászaton alkalmazott végszerelékemet. Szokás szerint Fox Inline olmot használtam, nekem ez nagyon bevált, Fox nagykarikás forgóval. Előke zsinórnak PB Jelly Wire-t választottam 25 librás méretben. A távdobás miatt indokolt a bevonatos előke használata, hiszen ez kevésbé tekeredik, kevésbé gubancolódik. Viszont ennek a zsinórnak a lágysága biztosítja azt, hogy a nagytestű, óvatosabban táplálkozó halak is mindenféle félelmérzet nélkül felvegyék a csalinkat. A horgom 4-es méretű PB Anti-Eject horog. A 4-es méretet a nagy bojli indokolta. 24-es, egyes bizonyos esetekben 30-as bojlit is használtunk, és ha kisebb horgot használunk, a nagy bojli kitakarja a horgot, nem biztosította a jó akadás véleményem szerint. Eddig még nem alkalmaztam, de most kipróbáltam a PB termékét, az Alignert, úgynevezett horogbefordítót. Eddig zsigorcsövet használtam, de ennek a használata annyira egyszerű, hogy úgy döntöttem, megtesztelem, kipróbálom. Az első tapasztalataim nagyon kedvezőek, a horgászat alatt egyetlen egy halat nem vesztettem. Idővel ki fog ez derülni, hogy ennek köszönhető-e, az első benyomások nagyon jók. A nagytestű halak szelektálása érdekében a bojlit a horogtól távolabb engedtem a szokásostól, hiszen így ki tudom küszöbölni azt, hogyha a kistestű hal mégis felszippantja a bojlit, talán nem megy olyan mélyre, hogy a horog megakadjon. Nagyobb testű hal mélyebbre szívja a csalit, ezáltal a távolabb lévő horog csak akkor akad meg, hogyha nagytestű hal szippantja fel a csalimat. Egyszem 24-es méretű észtobbor bojlival sikerült fogni ezt a szép tőpontyot, amit beleforgatta magába a zsinót. Ő is nagyon jó küzdőhal volt, és mint láthatjátok, a sok kis testű hal között azért etetési stratégiával és csali választással igenis, hogy tehetünk azért, hogy inkább a nagyobb testű halakat fogjuk meg. Remélem sikerült hasznos ötleteket, tippeket adni, hogy hogyan szelektálhatjátok a nagyobb testű halakat a többi közül. Én megköszönöm Rogernek, hogy itt lehettünk.
Thanks, Roger. You're welcome, Yoshi. And I would like to thank you as well for this last 2 days for the fishing. And I hope the viewers could learn something about it, about the tactics and the bait we use. And hope as well that the viewers enjoyed the whole film. And that, of course, that they will come to my lake soon or later. So thank you very much, Yoshi. Thank you. You're welcome. Thank you very much, Yoshi. Legközelebb újra a vízparton, addig is sziasztok! Goodbye! Hope to see you soon! Az ilyen halakból nagyon sok található a tóba, ami felejthetetlen horgászélményt nyújt, aki ide ellátogat. Jó erőben vannak, itt látjátok, ennek a szájában sem volt még horog. Mi vagyunk az elsők, akik megmérkőzhettünk vele. És akkor engedjük vissza